mindig az igazság oldalánál és számos dologban megelőzte a politikai ellenfeleit. Ezek voltak azok az erények, amik alapján Szabó Balást indítja el a Jobbik a jövő évi parlamenti választáson a szekszárdi körzetben. Volner János, a Jobbik alelnöke, a bejelentés kapcsán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Szabó Balázs megválasztása esetén tőzsgyökeres szekszárdi politikus képviseleti majd a városban és a környékén élők érdekeit. Emellett az egyik legaktívabb helyi politikusa a Jobbiknak, aki a Fidesznél jóval korábban, már 2015-ben felismerte az illegális migráció veszélyeit, és demonstrációt szervezett az akkor még csak tervezett kötelező EU-s kvóta ellen. Egyike azon kevés helyi politikusnak, akik országos híreket tudtak abból generálni, amit a választókerületben visszaélésként tapasztalhattak, és egyike azoknak, akik nagyon becsületesen, mindig kizárólag az itt élő emberek érdekét képviselve jártak el az országos politika felé. Szabó Balázs azt mondja, a jelölés hatalmas lehetőséget teremt neki arra, hogy országos szinten segítse a szekszárdi körzethez tartozó 16 kis települést is, és hallassa a választók hangját a parlamentben. A korrupciós visszaélések feltárását tovább folytatná, emellett pedig már most elkezdte járni a körzetihez tartozó településeket, hogy a helyi problémák felszámolására tudjon majd koncentrálni. Szabadtéri fogadóórákat fogok tartani, minden egyes településre el fogok menni, egyébként ez már folyamatban is van, és fel fogjuk térképezni a legkisebb problémától a legnagyobbig az összes település problémáját, munkaerőhiány, egészségügy és mindent egybevéve, és így fogjuk kidolgozni a komplett programunkat. A rendszerváltás utáni 8. országgyűlési választást Magyarországon várhatóan 2018 tavaszán fogják tartani.